tisztán sok adok. Hagyjon az Úristen! Aranyfaszomántos, ezüstgombos, résarkantyús, valóságos jónak. Az ilyen végszórakozó népnek, vidám mulatságot, örömet, jókedvet, nyájas barátságot. Kérem a jó Isten, üzzel tőlünk a szomorúságot, sokasítsa bőven borunkat, buzánk. A beszédemben hosszas nem akarnék lenni, mert elég sok mindennek kell még a végére. Kisőszi templom helytartóját, Bali Tibor atyát, Révános urunkat, és egyben megköszönjem a Szent Misén elkövetett bíztató szavait. Reméljük, hogy mindannyiunkra oly nagy hatással volt, mint amilyen jelentőséggel ő ezt szállta. Így köszönjük szépen a Szent Misét néki, és ha megengedi, egy kis meglepetéssel élnénk, mint ahogy ezt már az elmúlt valahány évben, mióta van Pajta Fesztivál megtörtént, fogadja tisztelettel, szeretettel. A legmélyebb tisztelettel szeretnénk megköszönni Darnai János tekintetes uramnak, Várpalotai káplánnak, hogy elfogadta a meghívást, Bali atya által elintézett meghívást, melynek aztán eleget is tett és ide eljött. Reméljük nem bánta meg, ha pedig igen, akkor majd valahogy kiköszörüljük ezt a csorbát. De ha meg nem bánta, akkor elvárjuk legközelebb is, és még egyszer nagyon nagy hálás köszönet, hogy erre az eseményre, erre a kis szentmisére és a továbbiakra is ide el tudott jönni, illetve hogy velünk együtt mulat. Köszönjük szépen! Darna János tudomány! Ez pedig elmaradhatatlan része a Kiscsőszi Pajta Fesztiválok vasárnapján a Szentmisének, így hogy most, ha nem baj, akkor Kács Andrásnak is szeretném megköszönni, szívből szeretettel. Most pedig, ahogy a régen volt, következik el elébb a karikázó, hogy a lányok is szépen beigazították magukat ilyenkor a templom elé, hogy rendesen szemre lehessen vételezni őket. A muzsikát a gázsabanda fogja szolgáltatni, amelyek valahol már itt ügyetlenkednek a hangszereikkel, na megvannak, jó van. Mennek utána, aztán majd az legénység is megmutatja, milyen volt a verbunk. Elébb, ha nem tévedek, a nagyecsedi illetőségű Rákóczi Kovács Gusztáv hagyományőrző egyesület tagjai fogják percenteni a szót. Ez aztán bárki be is állhat, ha úgy tetszik. Elég, akkor most jöjjön a karikázó, úgy, ahogy az régen volt. Mégis utoljára kivilágosodik.
helyek és a szervezők tiszteletére! Attila, fordítsa le is szurra! Azonnal üljön ide táncolni. Én fogtam egyet már! Különösen táncolj! Úgy van! Hát nem is tudom szakszolni! Itt is van egy pacérasszony! Európa határain kívülről, a világ másik feléről, mindeninnen érkeztek ide magyarok. Magyar emberek, akik lehet, hogy idősebb korukra, vagy felnőtt korukra, amikor éppen elkerültek mondjuk Kanadába, vagy Németországba, vagy Ausztriába,
a jobb lét reményében ott jöttek rá, hogy az egyetlen lehetőségük a magyarságuk megtartására, hogy elmenek egy ott működő magyar közösségbe, de mit lehet ott csinálni? Magyar néptáncot járni. Csak kénytelenek voltak szegények. És lám-lám, a bokréta táncolítás Kanadában magyar néptáncot jár, nem olyan színvonalon, amelyet becsmérelni lehetne, hanem világszínvonalon, nagyon-nagyon szépen. Lám-lám, itt vannak a bécsi barátaink, akik Bécsben járják a magyar néptáncot. Itt voltak a németországi barátaink, akiknél többen vannak olyanok, hogy esztergályosként került ki, tetovált felső karral, jól kigyúrt izomzattal, és most brácsát húz a dűvő táborban, és itt muzsikál közöttünk. De én köszöntöm azokat is, akik nem magyarként, hanem érdeklődőként Japánból, innen, Amerikából, Észak-Amerikából, Dél-Amerikából eljöttek ezekre a napokra, és itt voltak közöttünk. És még egyszer szeretném most mindenki előtt megköszönni a kis csőszieknek. És még egy ajándékot szeretnék átadni. Volt egy programunk, egy viszonylag hálátlan feladatot adtam egy olyan barátunknak, akit én igen-igen nagyra becsülök. A sok-sok aktív, nagyon látványos program között neki egy csöndes zugban kellett 3 napig dolgozni, és ebben a zugban szinte titkon vetítette azokat a táncfilmeket, amelyeket az elmúlt években, most már inkább évtizednek mondhatnám, szinte mániákus módon rögzített felve. Török Béla, Oldboy becenévre hallgató barátunk, pontosan azt teszi, amit mondjuk annak idején Martin György, vagy a Pesovár testvérek, vagy sorolhatnám. A mostani táncvilág, kulturális világ nagyon fontos pillanatait, elemeit rögzíti, és ezeket a világ számára közkincsé teszi, és reméljük, hogy archiválja is majd, és az utókornak megadja. Köszönjük szépen a barátságot! Ebédet elkölteni a korcsoma elé, hangoszóval, nótával, muzikával, akár menet közben tánccal, ahogy az annak idején szokás volt. Csalaj Flóriánik, családi zenekara már nagyon vár reán. Jó ebédhez szól a nóta, már úgy hallom onnan is csendül. És kép a vár, hallgatainak, hallgass meg a panaszaimat, Ja, a kényszer szilányra.